Los Angeles-i magyar főkonzulátus mindig is alapvető feladatának tartotta a kulturális diplomácia tökélyrevitelét. Film. Los Angelesben a film az egyik alapvető jelentőségű feladatunk. 11. alkalommal került idén megrendezésre Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál. Ez egyúttal egy úttörő jelentőségű dolog. Elejétől kezdve Bunyik Bélával azon dolgoztunk, hogy valami újszerű dolog történjen. Lezártuk 10 alkalommal a hagyományos filmfesztiválokat. Most először internetes filmfesztivál történt. Azt hiszem, hogy ez tényleg egy egyedülálló dolog. Nem tapasztaltam, hogy más országok nemzeti filmfesztiváljai interneten mutatják be magukat. Ez egy új dolog, kétségtelen, veszélyeket rejt magába, de mégis sok embert, sokkal több embert tud megszólítani. És idén a szokásos életműdíjat, ami 3. éve kerül kiadásra, egy olyan ember kapta meg, akire minden magyar méltán lehet büszke. Zsigmond Vilmosról van szó, Oscar-díjas operatőrről, aki 3. alkalommal, első alkalommal Csupó Gábor, aztán Andy Vajna, és most ő kapta az életműdíjat. Én emlékszem arra, hogy 2007-ben, amikor ide érkeztem, Kovács Lászlóval, a néhai Kovács Lászlóval, és Zsigmond Vilmossal találkoztam, és beszéltünk arról, hogy milyen nagyszerű dolog volt nekik történelmileg az 1956-os forradalmat filmezni. Kovács is, Zsigmond is tucatjával készítette a jobbnál jobb amerikai filmeket. Mi kell még nekünk ahhoz, hogy örüljünk a sikernek, a mások sikerének? Magyarok nem nagyon szeretnek a mások sikerének örülni. Itt egy olyan emberről van szó, ami felhőtlenül mindenkié, mindenkinek a sikere. Erre kell törekednünk a jövőben is.